Sziasztok, Márton vagyok, és hát akkor, ahogyan ígértem, megint folytatom ezt a filmkibeszélős dologot. Előző videóban már mondtam azt, hogy miket akarok mondani, szóval jól, kezdjünk is bele. Szóval, oké, tehát itt van nekünk ez a Nincs Bocsánat. Ez az a film, ami Clint Eastwoodnak az utolsó western filmje volt, mivel ezelőtt, ami film készült róla, az valami 85-ös western film volt, amilyen valamiféle plébános alakít, nem láttam, de 85 és 92 közül nem csinál western filmet, vagy nem szerepelt benne. És ez az a film, ami, ha úgy nézzük, az utolsó western filmje volt, de ez nem igaz, mert tavaly készültnek egy ilyen filmje, hogy Cry Macho, ami elvileg szintén egy western film, de úgy alatt nem valami jó. És visszatérve akkor erre a Nincs Bocsánatra. Ez a film talán a legrealisztikusabb western az én elképzeléseim szerint, vagy ahogyan végignéztem az egészet. De mi is a története? William Money egy régi törvénykívüli, vagy legalábbis olyan ex-törvénykívüli, ex-outlaw. A lényeg az, hogy ez az öreg ember ott él együtt gyerekeivel, akik kifejezetten fiatalok, és disznókat tartanak, és különválogatják azokat, akik betegek és egészségesek. Nos, az a helyzet van, hogy a film úgy kezdődik, hogy van egy ilyen kisváros, ahol az egyik szalomba, vagy hotelba prostituáltak akarnak a kuncsaftokkal együtt dolgozni, csak hát a kuncsaftok nem hajlandó a fizetni, aztán ebből nagy verekedés alakul ki. Lényeg annyi, hogy ez a eléggé kemény kezdésben az egyik lánynak az arcát szétvágják, és rá egy nappal, vagy még aznap azt követelik, hogy tűnjenek el a városból, és amilyen borzasztóan bántak ezek a férfiak ezekkel a lányokkal, a nőkkel, hát bosszút akarnak állni, és vérdíjat tűznek ki a fejükre, bár ezt a sheriff meg a szalonok a tulajdonosa nem támogatja, helyette abban egyeznek ki, hogy lovakkal kifizetik az egészet, tehát valami kártérítést hajt a végre. Ami a lányok részéről nem igazságos, így hát ez miatt jön ki ez a vérdíj, és akkor az van, hogy jön a Scofield kölyök, aki megkeresi valahogyan Clint Eastwood karakterét, és hát elmondja neki azt, hogy milyen pénzről van szó, meg hogy hallott a tetteiről régebben, mert ugye a fajta western legenda. Persze William Money ebben nem akar beleegyezni a múltja miatt, inkább gondolkodik néhai feleségéről, de aztán mégis ráveszi magát. És ja, igazából a filmnek a másik sztori vonala e három embernek a ismerkedése és interakció mellett maga a sheriffé, meg a lányoké, és a sheriffet az Gene Hackman alakítja, és hát arról van szó, hogy hogyan kéne a város megvédeni, ezt vitatják, milyen módszereket akar felhasználni, a lánya pedig arról, hogy hogyan fognak ezek után dolgozni, egyik kollégájuk vagy munkatársuk az így szépen vágva az arc, és az emberek így undorolnak tőlük, és ja, szóval ami ebben a filmben nagyon tetszett, az maga a realisztikája, hogy ilyen lassú a tempója, ez nem arról szól, hogy ki hányszor lő, milyen gyorsan, meg milyen változatos fegyverekkel, hanem itt nincsenek nagy pisztolypárbajok, inkább a dialógusokra épül, meg az atmoszférára, és a lényeg annyi, hogy a filmben ezek a western hősöket, meg legendákat, olyanok, mint például Billy a kölyök, Jesse James, vagy Harry Plummer, ezeket az embereket kifigurázza a film azzal, hogy van egy ilyen angol bob western legenda, vagy nyugati legenda, akinek az életrajzát írják, csak hát a Gene Hackman karakter ráleffektál arra, hogy mi az, ami valójában leírnak, és mi az, ami meg megtörtént, csak ez nem hajlandó a berakni a jegyzőkönyvbe, vagy csak nem akarnak erre említést tenni. Illetve magának a Gene Hackmannek is a megoldása azzal, hogy hogyan viselkedjenek a város új lakói, vagy akik bejönnek ide. Lényegében csak annyi, hogy aki belép a városonnak, le kell tenni a sheriffnél a pisztolyát, a fegyverét, vagy különben következményekkel járt elő, amik hát eléggé látványosak. Szóval, ja, a film abban is realisztikus igazából, ha már így beszélünk a sheriffről, hogy ebben a világban a sheriff az nem egy ilyen morális, igazmondó öreg, hanem valaki olyas, akinek megvan a lehetőség arra, hogy ítéletet hozzon esetleg a viselkedéseknél, meg hogy hogyan kelljen a városban működnie annak, hogy a lakók meg az idegenek olyan interaktáljanak egymással, meg az ember, aki megadja a lehetőséget arra, mikor kell lőni és mikor nem. Meg igazából, ami visszatérve így a filmnek a egyik fontos eleme, az maga az alkohol. Nem akarom lelőni a point ezzel. Aki látta a film, az tudja, hogy mire fog kimenni az alkohol ebben a filmben. Meg eleve az, hogy ez a Scofield kölyök is, hogy meg az öregekkel való viszony. Tehát, hogy itt van ez a Scofield kölyök,
akinek azért ez a neve, mert hogy ilyen revolver van nála, és elmondása szerint legalább 5 ember megölt, és az első ilyen mexikói fiatal ember volt. És hát miközben keresik ezt a kettő személyt, vagyis először a városba mennek el, ott találkoznak azt hiszem a lányok, aztán ők mondják el, hogy merre látták elmenni ezeket az embereket, akik bántalmazták őket. Szóval ezúttal a három karakteri megismerkedik ezzel egymással igazából, és az a baj, ez a fiatal kölyökkel, hogy ilyen tipikus nagyvilági fiatal, akinek álmai vannak, meg elképzelései, mert megpróbálta legkeményebb lenni, olyasmi, mint amilyen William volt régebben, és hát amikor meg szembesül a komoly dolgokkal, ahol megérzi, ami megérzi a vadnyugatnak a valódi szagát, akkor utána elkezd a viselkedés megváltozni, ami teljesen reális. Tehát itt nem az van, hogy valaki megjelenik egy fegyverre, és akkor megesnék, hogy szólnék, hogy lövöldözik, aztán csak mond egy-kettő mondatot, aztán megy tovább előre. Ebben a filmben azért itt a dolgoknak súlyuk van, ahogy az emberek beszélgetnek egymással, vagy amikor valaki a kezében fegyver van. Nagyon sok mindent nem akarok a filmmel kapcsolatban elmondani. Clint Eastwoodnak egy ilyen méltó lezárása ez a műfaj kapcsolatban, vagy legalábbis az volt, mielőtt még 2021-ben valamint ezt a filmet megcsinálta, ezt a Crime Macho-t. De a lényeg annyi, hogy ha úgy nézzük, ez egy kiváló fináléje lett volna akár a színész pályafutásának is, hogy ezek után csak direktor maradt volna meg, mit sem színész. Persze ott a Grand Torino szintén lezárt volna a karrier, de mégse tette meg, aztán ugyan rendezett filmeket, amiben szerepelt. De a lényeg annyi, ebben a filmben nagyon jó szerepet alakított, és ja, nem beszélom sokat a filmről, azt mondom, hogy eléggé régen láttam, szóval nekem is csak így emlékek ugranak be, mert pillanatok úgy. De a lényeg annyi, hogy ez nem az a tipikus western film, amit mondjuk hétvégén megnézel munka után, hanem hogyha kicsit valami nem lazdára, ami komolyabbra akarsz számítani vagy nézni, ahol azért elég jól megkérdőjelezik a klasszikus western hozzáállást a dolgokhoz. Nos, ez a film enyhén tetszett jobban, mint a Nincs Bocsánat, vagy a másik film Clint Eastwoodtól, a Fenségok Csavargója, mert e három film között talán ez rendelkezik a leglazább hangulattal, meg talán a legcsaládbarátabb film, pedig ebben is vannak durva jelenetek. Szóval ez a film miről szól? A polgárháború véget ért, és hát tudjuk, hogy Észak nyert az uniósok. Nos, ez a film arról szól, hogy a déliek hogyan reagáltak erre, vagy legalábbis ők hogyan érzi magukat ezzel kapcsolatban. A filmnek a könyvverzióját, az eredeti műt, azt Forrest Carter írta, és erről az emberről azt kellett tudni, hogy ő Ku Klux Klan támogató volt, vagy legalábbis volt olyan beszédjei, amikben nem mondta azt, hogy ő egyetért velük, és e mozgalmat támogatja. Szóval a lényeg annyi, hogy ő írt egy olyan könyvet, ami a déliekkel akar szimpatizálni, és hát arról szól a film, hogy az északiak a polgárháború befejezése környékén Josie Wales-nek a területére behatolnak, és megölik a családját, meg lerombolják az egész házát, és leégetik a földjét, de mindent elvesznek tőle. Ezáltal tök jogosan érzi magát Clint Eastwood karaktere Josie Wales teljesen maga alatt, és hát elhatározza a családja eltemetése után, hogy basszú fog állni. Összedés a Colt Almiát, aztán éppen gyakorol, hogy lövöldözzön, és hogy visszaadjon nekik, ekkor csatlakozik hozzá, hanem jön hozzá egy ilyen ellenálló csoport, ami egy csomó déli veteránból áll, mint ahogy a nő is. Akik szintén azt mondják, hogy elvettek tőlük mindent, és hát Clint Eastwood szimpatizál velük, és a filmnek az intrója, ha úgy nézi magát, a vadnyugatnak a megszületését szimbolizálja, mert én úgy vélem, hogy maga vadnyugat is igazából a polgárok befejezésével jött létre, sok ember veszített a munkáját, főleg délen, meg az ilyen nyugati területeken, ahol előbb nem volt sok minden nyugosivatagban, meg távol voltak a városoktól, így hát rabolniuk kellett ezután. Szóval a lényeg annyi, hogy az intro, ha úgy nézzük, a vadnyugatnak a születését képviseli, még hogyha az intro az inkább ilyen megrendezett polgárháborús helytelekből áll össze, illetve arról, hogy ez az ellenálló csoport hogyan vadásznak le uniósokat. Nos, hát a film introja eltelt egy pár hónap, aztán az van, hogy véget akarnak vedni ennek a mozgalomnak, mert rengetege másra is már feladták magukat, és hát ez Clint Eastwoodnak nem tetszik, ő még törvény kívül akar maradni, a többiek szólnak is neki, annak nem lesz jó vége, és hát ő tovább vonul a többiekkel, többiektől pontosabban, bocsi. És hát az van, hogy a többiek, akik ellenállók voltak, nos ők, hogyan fogalmazzak, elmennek a uniósokhoz, és hát igen, elfogadják azt, hogy az Egyesült Államoknak a törvényeinek a képviselői lesznek, akik, vagy nem az a képviselően betartói lesznek, akik tisztelik a törvényt, amit az uniósok adnak meg, és hát ennek a végkimértele az lesz, hogy
kivégzik őket helyszínen. Ez részben azért van, mert látják, hogy valaki lovagol feléjük, aki Josie Wales, és fel is ismerték, ez miatt lőttek, illetve mert ez a terv része volt, csak hát egyekesebb ember volt, szóval elsiették az egészet. Nos, hát Josie Wales rajta kapta ezt az egész eseményt, és hát a Gatling Gun is hirtelen megszól, aztán elkezd lőni Clint Eastwoodra, vagy legalábbis az ő irányába, meg a maradék déli ellenállóra. Végül aztán az van, hogy a csoportban hárman maradnak életben, akit egészen vezette, őre ráöröltették azt a munkát, hogy keressem egy Josie Wales-t, egy uniós tisztel, aki maga a filmnek a főgonosza, és ott van még egy fiatal srác, aki hasonló, mint a Scofield kölyök szerint, de erről lett mintázva az a karakter, és hát maga Clint Eastwood. Szóval ebben a 76-os filmben arról szól a film ezek után, hogy ő menekülnek el ketten, és megpróbálják az uniósokat lerázni. Azt hiszem, hogy a történet Missouriban, mert nem Kentucky, hanem Missouri, illetve Kansas között játszódik. És ahol nézzük, ez a film egyfajta Red Dead Redemption The Movie. Hogy miért? Mert ugyanaz, mint Dutchnál is a játékban, hogy a kettőben például, hogy az idő az így változik, és a körülmények is ugyanolyan változnak. Tehát az van, hogy ha egyszer nem értesz egyet akkor a rendszer, akkor te bűnöző vagy, és téged kergetnek, és hát eléggé szépen fogalmaztam a Red Dead Redemption-nél, meg így az összehasonlítás a kettő műnél. Szóval itt is az van, hogy a dealer nem hajlandó elfogadni a vereségüket, aztán meg hogy békében akarnak élni, mert itt nem az van, hogy rabszolgatartókkal kell azonosulni, mert itt egyszerű földes emberekről volt szó, hanem egyszerű parasztokról volt szó, meg dolgozókról, akik déli álmokban éltek. Ha támogatták a rabszolgatartást, hanem ugyanúgy diszkrimináció alatt vannak. És ha úgy nézzük, mikor találkozik egy ilyen volt törzsfővel, egy indián törzsfővel, Clint Eastwood, ez a törzsfő is elmagyarázza neki azt, hogy attól még, hogy az északiak nyertek, attól még ugyanúgy megmaradt ez az elítélés a rasszok között, ami miatt a szélsőségek úgy, hogy fennmaradtak, csak most már a feketére nem kell rabszolgák között, rabszolgaként dolgozniuk, többi rabszolga között. De, ja, igazából ez kritizálja a film, hogy annak ellenére, hogy nyertek az északiak, ugyanolyan maradt Amerika, és a fejlettség magától ugyanúgy megy tovább. Csak az, hogy itt az ideológiák harcoltak egymással, nem pedig az emberi jogok. Ez kritizálja az egész film, miközben Clint Eastwood egy, ha úgy nézzük, egy új családot fog alapítani az útja alatt lévő felszerelt emberekkel. A filmnek a hangulata amúgy jobban fogyasztott, tehát a filmnek az első 20-30 perc az olyan kemény, az ilyen, hát oké, maga a kezdés, ahogyan lemészek a főszereplők csájára, az eléggé jó kezdés, eléggé megadja a hangulatot, hogy szimpatizálunk a főszereplővel, de lényeg, ahogyan megyünk előre, ahogyan menekül az uniósok elől, meg az északiak elől, Clint Eastwood vagy Josie Wales, akkor annál nyugtatóbb lesz a hangulat, tehát inkább szórakoztató a film, egy-két keményebb jelenete például, amikor ott vannak a komancsoknak a földjénél, ott valami sivatagos területnél, akkor ott van egy ilyen vagonrablás, vagy inkább konvojrablás, ahol kinyírna mindenkit, és egy öreg asszony meg egy fiatal lányt ejtene fogja, és hát a fiatal lány eléggé durán bánat, csak aztán az egyik tag szól, hogy el kéne vinni inkább az egyik indián törzsfőhöz, mert akkor kapnak talán több marhát, vagy kaját, vagy stb. A cselekményel találkoznak egy indián lányjal, akit eléggé agresszívan bántanak, meg szexuálisan kihasználnak. Clint Eastwood hozza az igazságot, aztán akkor is csatlakozik a csapathoz egy kóbor kutya is, és még sorolhatnánk, hogy kik jönnek ide. Tényleg hasonló helyzet, mint mondjuk a Red Dead Redemption-nek a beszélgetésében, ami mondjuk ott a kettőben volt a tábornál, hogy mindenki, hogy hogyan találkozott a Dutch-sal, meg hogy milyen helyzetben voltak, aztán miután csatlakoztak hozzájuk, akkor érezték azt, hogy tartoznak valami közösséghez, és hát ez a film ugyanezt hozza el körülbelül csak 1860-as évben, pontosan 65, mert akkor játszódik a film. Nem azt mondom, hogy ezt játszódik a legkorábban, mint western film, amit láttam, mert a jó orosz, hogy csúfasz konkrétan a háború idején játszódik, ez azután, de ha úgy nézzük, ez a vadnyugatnak a volt kezdése, a jó orosz, hogy csúf, az... Ha úgy nézzük, egy western film, mert hát az a alap kimenet az egésznek, csak az én elképzelésem szerint az inkább egy ilyen korképábrázolás, hogy a háború az mégis milyen körülményeket tud létrehozni az embereknél, de visszatérve tulajdonképpen Josie Wales-re, ezt igazából csak kritizálja a polgárháborúnak a kimenetét, és hogy ez a érdekes író, annak ellenére, hogy milyen észrevek ész mellett állt ki, ahhoz képest Clint Eastwood ebből a könyvből egész jó filmet csinált.
Tehát ez nem egy propaganda film, ez nem azt mondja, hogy ha délen nyerte volna, akkor lehet, hogy még ennyivel se lett volna rosszabb a helyzet. Csak hogy ez a film azt mondja be, hogy igazából nincs ilyen nagy változás. Az emberek ugyanúgy diszkriminálva vannak, csak mert egy dologban nem értenek egyet, vagy hogy egyszerűen akarja elfogadni az új feltételeket, még hogyha nem is 100%-ban ugyanolyanok, mint mindenki más egy oldalról. Mert sokan azt gondolják, hogy a délieknél is az volt, hogy mindegyik őjük azok ilyen gyűlölök voltak, ilyen rasszista, meg elnyomók, holott ez nem minden esetben igaz, csak voltak, akiknek nem volt más lehetőségük dolgozni. És nem abban szó, hogy a gazaföldes úr másnakat csinált, ha reöltették ezt, hanem azok, akik esetleg alatta álltak, vagy az ő környékén éltek, azonnal muszáj volt beleegyezni ebben, mikor ebben nem vetettek semmit se egyet, de jött a lóvé. Szóval, ja, igazából más nem tudok erről a filmre mondani. Ha megnéztétek ezt a filmet, akkor utána nézzétek meg a Nincs Bocsánatot, mert a kettő film között azért észreveszem a hasonlóságokat egy-két karakternél, meg azt, hogy ebben a filmben több lövöldözés van, de mégis olyan lassan a kezdődik egész, és sokkal jobban épül inkább a karakterre a film meg a nézeteikre, mint sem arra, hogy ki mennyit tud lőni, mert mekkora a fegyverrel. A Törmeki Josie Wales után pedig akkor jön a 93-as Tombstone, Halott Város. Ez a film egy olyan western film, ami, hát hogyan fogalmazzak, egy ilyen eléggé érdekes keveréke. Tehát benne van ez a brutalitás, nyersség, ami ott volt a western filmeknél, amit Olaszország csináltak a spagetti westerneknél, vagy ami Clint Eastwood így örököl Sergio Leone-tól, de ez a film egyszerűen keverék akarni szerintem a John Wayne féle westerneknek, hogy tehát ebben a filmen igazából amerikaiak, meg tehát teljes amerikai színészek harcolnak egymás ellen, és itt is a törvény képviselik a főszereplők, a lehető legepikusabb zene szól, ami nem is a vanyagadot tükrözi, hanem inkább magát ezt a cinematic zenét, hogyan fogalmazza. Tehát általában, hogy a western zene szól, akkor általában csak a gitár szokott szólni, egy-két fúvós hangszer, fütyülés. Most ezekben ez nincsen, inkább ezek a nagy orchestra zenék, ezek a nagy zenekari előadások. És hát a történet valószínűleg meget dolgoz fel, és hát na, tehát miről szól valójában a történet? Arról, hogy az Earp testvérek, tehát Wyatt Earpnek a többi testvére, a filmben azt hiszem három testvér van, akkor a Virgil, meg még ott van Morgan, és hát az van, hogy ők hárman, feleségeikkel elköltöznek Tombstone-ba, mert hogy ez egy olyan város, ahol Arizonában található, tehát egy olyan város, ahol könnyen meg lehet gazdálkodni. Azért, mert ilyen ezüst bánya nyitott a közelben, vagy ezüst láz volt ekkoriban. A lényeg annyi, hogy 1887-et járunk, ha jól emlékszem, és van még egy negyedik társuk, a Doug Holliday, akit a Val Kilmer alakít, hát a Wyatt pedig a Russell Crowe, vagy Kurt Russell, igen, mindig ezt a kettő nevet összekeverem, csak mert Russell, és benne van még a Sam Elliott, meg a Bill Paxton, illetve még benne van egy olyan női karakter, akit külön kialakok emelni, a Dana Delane, vagy Delane. Na, tehát a lényeg annyi, hogy van ez az öt főszereplő, és hát ebben a kisvárosban akarnak élegélni. Csak a filmnek a legeleje, az konkrétan egy ilyen kis narráció arról, hogy mégis mi történt itt, de a valódi kezdés az az, hogy valahol Mexikóban vagyunk, vagy ott nagyon dél Arizonában, vagy Texasban, és hát egy esküvőt megháborgat, vagy megzavar, konkrétan tönkretesz Curly Bobnak, vagy Curly Billnek a bandája, a Cowboyok, ami benne volt John Ringo is, és ez a kettő név nekem van ismerős, mert ezeket az ellenfeleket már legyőztem a Call of Horus Gunslinger végigjátszásban, plusz abban a játékban említés is volt az Earp testvérekről. A lényeg annyi, hogy ezek a szörnyű banditák kinyírják az egész esküvőt, aztán elhatározzák azt, hogy be kell menni Tombstone-ba, mert hogy jól meg lehet gazdálkodni. Csak hát az van, hogy az Earp testvére meg Doug Holliday is ott tartózkodnak. És valami olyasmiről is beszél a pap, ott latinul, hogy hogy el fog jönni az apokalipszis négy lovasa. Hát ez egy nagyon jó utalás. A lényeg annyi, hogy olyan helyre mennek, ahol azt hiszik, hogy megengedhet magunknak mindent, de ez a hely meg fog változni. Szóval, a lényeg annyi, hogy az Earp testvérek visszavonult sheriffekből, meg békebírókból állnak. Azt hiszem, hogy békebíró volt a Kurt Russell, a másik kettő testvér pedig voltak sheriffek, vagy akik kiálltak mellette, és hát azon, hogy ők itt békében próbálják az életüket élni, és az első napokon bele is szeret egyből a Dana Delane-nek a karakterébe, aki egy ilyen értelmiségi csaj, tehát nem az, vagyis értelmes csaj, nem értelmiségi, jó, tehát az van, hogy
ő egy olyan ideál csaj számára, akivel rendszeresen beszélget, és nem csak az van, hogy otthon akar lenni, azt a csajnak kaját, miközben kimarad az élet valódi izgalmaiból, tehát be akar utazni az egész világot, és hát azért tetszik a női karakter nekem annyira, mert hogy a Jill McBain mellett ő volt a másik a női karakter Western filmben, aki láttam, hogy rendesen meg van írva, és nem az a fiatal, naív lány, mondjuk, ami ott volt a törvényként Josie Weaver, vagy pedig egy prostituált, akivel rosszul bánnak folyton, vagy pedig kiprovokálja magának a gondokat. Például, ha már erőszak, akkor áldozatává válik fizikailag, meg lelkileg is a nincs bocsánat, vagy a másik, amikor kiprovokálja magának az akciót az izében, a fenséges csavargójában. De a lényeg annyi, hogy itt egy teljesen olyan megint női karakter van, akivel a Kurt Russell beleszeret, illetve, hogy ott van a banda is, a kábolyok, akik meg provokálják a várost arra, hogy valami akció történjen, mert addig fognak raboskodni. És hát szép lassan visszatérnek a régi életmódjukhoz. A filmről van sokat nem kell mesélnem. Val Kilmer talán a film legmenőbb karakter játssza elit. Ez a Doug Holliday egy kibaszott gigacser, annak ennél TBC-s. Tök jó tolja a kártyajátékot, nagyon szereti a revolvereket, és John Riggóval eléggé hosszú ide ismerik egymást, igazi gyűlölő viszonyban. És hát a film szépen van fényképezve, rengeteg láthatjuk a városnak a különböző szögleteit, a belső dizájn is nagyon jó, hogy aki van ott dolgoz az épületek, tényleg egy korképet láthatunk az egész filmben, mindezt a legepikusabb zenével, csak nem tudom ki az, aki a filmnek a zenét komponálta. Szóval igazából a film csak arra megy ki, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy visszacsalogassák a veteránokat, ha úgy nézzük ebbe a törvényen kívülieknek az üzésébe, és ja, igazából abban ez a filmek kapcsolatban olyan sokan nem kell róla mesélni, csak az, hogy visszatérnek a régi életmódba, amit elkezdtek élni, vagy amit abba hagytak, aztán ez kezdhetik előről. A filmnek az első fel eléggé szórakoztató amúgy, tehát ilyennél vannak benne jó poénok, ilyen vizuális humorok, meg párbeszédek, de az egész ilyen pozitív hangulata van. De amint a amint az egyik főszereplővel ami gond történik a film felénél, utána beindul az egész mészárás dolog, amikor már indokolhatóvá válik, hogy itt aztán így elkezdni kell. Lényegében arról van szó, hogy az egyik sheriff, aki a törvény képviselte, őt részeggel elővi a Curly Bill, aztán akkor mondja a Sam Elliott, hogy ideje lenne valamit már kezdeni, és hát akkor ebbe végül beleavatkozik mindenki, végül utoljára Kurt Russell, és aztán akkor ott tolják nagyban az igazságosztást. Ja, igazából nagyon jó a filmnek a hangulata, jó a fényképező helyszínekkel, a jó párbeszédekkel, meg látszik azt, hogy meg akarták csinálni, de nem az volt, hogy utánozzuk ott a Clint Eastwoodot, meg a Sergio Leone-t a régebbi időkből, mert az volt más filmrendezők, akik veszteforgalkoztak, most úgy nem ugrik be, hogy úgy általában erre a kettőt asszociál mindig, szóval, hanem azt, hogy a film megpróbált önálló lenni, tehát keverte a klasszikus amerikai hozzáállás dolgokhoz, ez a szép látvány, hanem ez a kicsit ilyen mesélés megközelítés az egésznek, de közben megpróbálta a realisztikus lenni, meg komor, ahol lehet igazából, tehát a film eléggé erőszakos, ez tény. Ja, szóval egy ilyen feel good film részben, de utána meg átmegy ilyen kemény mészállásba az egész. Szóval, ja, azt tetszik a filmben, hogy valószínűleg újra nézni, nem unalmas egy percre sem. Tehát, és amikor benézem a filmet, akkor a befejezés, akkor ilyen ragyogkedvem van. Meg talán ennek a filmnek van a legjobb stálicsás zenéje, ezt mindig meghallgatom, akárhányszor véget ér. Ja, szóval, meg hát persze a színészek kurva jól alakítanak. Ezek nagy nevek, akik jól hozzák szerepüket. Hát, ja. Szóval, remélem igazából csak ennyi volt. Következő filmünk a Feltámad a vadnyugat. Nos, ez a film igazából azt jelenti angol Westworld, és ez nem a sorozat, hanem az eredeti Richard Benjamin, James Brolin és Yul Brynner féle verzió 73-ból. Mit kell tudni erre a filmről? Ez volt a legelső film hivatalosan, ahol CGI-t alkalmaztak. Pontosabban a törvénykívüli vagy bandita robotnak a látását képviselte a CGI, ugyanis minden pixeles volt. Igen. De, hogy a film a kor ellenére szar-e? Nem, messze nem igazából. A film arról szól, mint a Westworld sorozat is, annak, hogy nem néztem. Szóval itt nincsen Ed Harris vagy Anthony Hopkins, meg egyéb más színészek. A sorozat is véget ért, pedig én nem néztem, azt hallottam, hogy jó volt. Az első két évadot mindenki szerette, utána kezdett el hangol kicsit lejjebb esni, aztán elkaszálták. De a lényeg annyi, hogy
az eredeti verzió nem túl hosszú film, tehát kevesebb, mint 2 óra. És sokan azt mondták, hogy a film Redditen olvastam, hol máshol, tehát azt mondták, hogy a film amúgy nem rossz, csak azt, hogy például a női karakterek ebben a filmben, az eredetiben nincsenek nagyon, tehát csak kellékek igazából, és az izében a sorozatban jól foglalkozni a női karakterekkel is. De most mi is ez a Westworld? Egy olyan szimbolizációs tér, vagy terület, ahol szó szerint robotokkal együtt dolgozva, vagy együtt működve lehet interaktálni az ókori Rómában, a középkorban, illetve az amerikai vadnyugaton, az 1880-as években. Hát karakterneveket nem jegyeztem meg, inkább színészeket, tehát ott van Richard Benjamin, illetve James Brolin, most ők idegenek egymással, és a film igazából azzal is kezd, hogy emberek kérdeznek arra, mit gondolnak erre a Westworld programról, így fogalmazok, és hát azt mondják, hogy így tök fasz, nagyon realisztikus, nagyon élvezik, nagyon drága, de megéri egy hét ilyen $1000, valami hasonló, tehát akkoriban ez eléggé nagy ár volt Amerikában, meg most is magyar pénzzel, nagy viszonyokhoz képest. A lényeg annyi, hogy James Brolin, meg ez a Benjamin Richard, mind a ketten utaznak ide az amerikai vadnyugatba, és hát ez a James Brolin tudja már a munkát, vagy tudja, hogy milyenek a körülmények, ilyen tapasztalt ember. Ha úgy nézzük, egy ilyen játékos a szerveren, aki már össze volt fent a játékban, és ott van a noob, a kezdő mellette, és hát arról van szó, hogy vannak különböző emberek, akik különböző korokat választanak ki, aztán hát igazából el vannak ezekben. Csak hát a robotoknak ez a bánásmód nem tetszik, meg vannak alázza, mindig pórulján a vereséggül estek, aztán öntudatra kelnek, és hát az emberek ellen fordulnak. Tehát igazából a filmen ez olyasmi nagyjából, mint amikor a Tombstone-ról beszéltem, hogy ilyen beszélgetem a semmiről több percen keresztül, és csak arról beszéltem, milyen jó a színész játék, meg a hangulat, mert tényleg a filmnek a hangulata ott van. Ahogyan a kocsmai verekedés van például, vagy ahogyan a robotok interaktálnak egymással, meg mik történnek közben a háttérben éjjel. Igazából a lázadás még mielőtt teljesen tönkrenek a dolga, már azelőtt is vannak ilyen utalások, fura viselkedések a robotoktól, vagy érdekes jelenetek, fogalmazzunk így. Eléggé gyorsan mennek a körülmények amúgy a filmben, annak ellenére, hogy hát igazából a rövid film sűríteni kell a dolgokat egyben. Ennyit tudok a filmről mondani. És a benne ott a Yul Brynner, aki ha jól tudom, benne volt a Hétmesterlövészben, az első meg a második részben és a harmadikban lehető cserébe, tehát annak ellenére a 60-as évek elején meg a közepén egy ilyen hőst alakított, addig ebben a filmben pedig hát Terminátor, Michael Myers, meg rohadt ijesztőn tolja amúgy, főleg azzal tekintetével, az élettelen tekintet, és időnként a vigyorok az para, meg ja, ha eltekintünk a régi CGI-tól, ami van a film vége felénél kimutatkozik egyre többször, amúgy tényleg a film olyan napig élvezhető, meg szórakoztató, meg hangulatos, főleg amikor majd jön a nagy üldözés a film végénél. Hát meg igazából csak annyi, hogy adja azt a feelinget, mint amikor a Truman Show-t is néztem annak ide, hogy ez egy Matrix film a Matrix megjelenése előtt, hogy így minden kamú, de mégsem olyan realisztikusnak tűnik, aztán a dolgok fejükre fordulnak. Meg tudod, hogy a film adta inspiráció James Cameronnak, hogy megcsinálja később a Terminátort. Nagyon más nem tudok a filmre mondani, annak ellenére western film inkább sci-fi, mert a háttérben lévő robotos dolgok miatt, meg western filmesen nevezhetem, mert más korokat is mutnak, például a középkor, meg ritkább a kisebb képekben az ókor, de inkább a középkorra foglalkozik, ami még másik sztori volna, hogy van ott egy elhízott öregember, vagy középkori ember, aki hát eléggé visszaél egy-két dologgal, mert hát robotok és hát ők is egy úton nemet mondani, szóval én miért használjam ki ezt a lehetőséget, és hát körülbelül ennyi az egész. Majd aztán jön egy jelenet, amikor küzdenie kell egy fekete lovaggal, és akkor meg ott olyan jó hozza a túlsó ellenére a kaszkadőr a színészi munkát, tehát így tök faszán kivédi a mozdulatokat, és csak akkor történnek a dolgok úgy, ahogy olyan az a scriptben meg a nyilván, de úgy nagyon jól tolja. Meg igen, a film végére üldözés is nagyon faszán van megcsinálva, hogy szinte igazából semmi párbeszéd nincsen már a karakterek között, vagy nincs semmi duma, semmi, csak így hallod, ahogyan jön valaki mögötted, és te meg megpróbálod a kiútat keresni. Tehát a film jó hozzá hangulatot, amikor paráztatni kell.
Meg persze ott van egy másik karakter is, ami szöveges dagadék, aki játssza el a sheriffet, de nem érti a dolgát, csak szereti ezeket a cowboy-os kosztümöket, nem mint hogyha én más csinálnák ott. És hát igazából a filmről nem tudok sok mindent mondani. Maga az elgondolás az, hogy vannak határok még arra a mesterséges intelligenciánál, és hogy egy nap ellenünk fordulhatnak. Ezt a pletykát vagy teóriában már felhozta izé is a Skynet annak idején, de igazából szerintem ez a film, hogy elhozta ezt a meg, hogy oké, akkor abba hagyom a szolgálatot, és akkor én hozom a törvényt az én döntéseimmel, mert a robotok lényeg visszavágnak, ilyen karma rendszerrel épül az egész film, ha úgy néz, vagy a szimbolizálja. Szóval ja, ez egy tök fasz és érdekes film, nagyon para hangulattal a vége felénél, de az esfél meg tök szórakoztató. Én nagyon nem tudtam a filmre haragudni, tehát nem tudom, vannak azok a filmek, amiket nem nézünk az ember, mert túl régiek, és igen, a retro CGI ott van a helyén, de az alakítás meg a hangulatnak a többi részét ezt nem rontja szerintem. Szóval, ja, összességében én ezt a filmet, ja, szerettem, nem tudok többet mondani. És akkor itt van a videó utolsó filmje, a THX 1138. Ez volt George Lucas legutolsó skifije a Star Wars előtt. Hát ezt jól elmondtam, arra azt gondolom, hogy utolsó filmje. Amikor ez 71-es, ez a legelső film, és gondolom, hogy ez az utolsó. Jó, oké, ez meg volt. Szóval, ez a film lényegében olyan, mint hogyha szerintem George Lucas elolvasta az 1984-et meg Philip K. Dicktől a álmodnak ki az Andrew elektronikus bárányokkal, mert a film nagyon hasonlít erre a kettőre, tehát nincsenek jogjaid, nincsenek beleszólásaid, megvan határozva, mit csinálj, ha egyszer ellenállsz, akkor börtönbe mész, vagy elmegyógyintézetbe, és tisztakínzás. Az ellen egy ember vagy dolog, aminek imádkozhat, egy nagy arc, ami téged bámul, és közben minden futurisztikus, és szupermodern, és robotok vannak mindenhol, meg ilyen androidok, tehát érdekes hibrid filmet csinált George Lucas. Lényegében az egész film egy ilyen disztópikus társadalma játszódik, ahol az emberek elköltöztek a föld felszínről, és inkább bementek a mélybe, és hát az van, hogy ezt a filmet már elég régen láttam, szóval arról van szó, hogy van a főszereplő, aki ebben a környezetben nem érzi jól magát, és hát megpróbálja a módszert, megtalálni arra, kimeneküljön a barátnőjével együtt, és benne van Donald Pleasence. És ez nekem meglepő volt, én nem tudtam, hogy ebben a filmben benne lesz, semmilyen név nem ugrott be nekem. Ahhoz képest, hogy egy kezdő film elég nagy bicséje volt szerintem. Meg ez a skifis helyszín is tök jól meg van csinálva. Ami nagyon tetszik benne az az, hogy az embereknek a nevei nincsenek, tehát mindenki egy ilyen szám, meg kódik hozzá, mindenkinek egy kód a neve, és minden ilyen falfehér, meg szürke színű. Mindenki dolgozik ilyen unalmas monoton munkákban. Mondom, mintha Orwell megjósolta volna, hogy a Szent George Lucas ezt a pessimista gondolkodást így előrehozta volna, vagy így tovább kísérte volna ezt a 70-es évek elején. A film hatalmas nagy bukásnak tett szert, mivel senki nem értette, miről szólt a film, pedig egyszerűen túlnyomasztónak találták. Hasonló volt a Szent George később. És ennek ellen Lucas nem adta fel, csinált 72 vagy 76 környékén egy olyan filmet, ami igazából ilyen időkapszula a 60-as évek elejére, de az egy másik sztori. Szóval a film igazából egy ilyen menekülés a börtönből, ha úgy nézzük, tehát robotok felügyelnek, hogy ki mit csinál, ilyen halálnyugodt hangon, hogy kérde maradjon egy helyben, nem fogjuk bántani, tegye amit mondunk, miközben olyan botokkal verik, aminek a végeik ilyen elektromos sokkal látják el a másikat, és hát az van, hogy az emberek nem szeretkezhetnek egymással, reménykezhetnek egymással, csak is dolgozzol, semmi más nem tehetsz, tehát az ipari társadalmat kritizálja szerintem ez a film a szélsőséget arról, hogy az embereknek nincsen saját szabadidőjük, és elvesznek tőlük mindent, ami miatt embernek érzhetik magukat. És hát a filmben így el is választják a barátnőjétől, akinek eléggé szomorú sorsa lesz, vagy eléggé durva, utána nem is látjuk a filmben. Nem azt mondom, hogy meghal, csak szimplán hát nem fognak boldogok lenni. Nem lesz boldog idő az egész hátralévő időszakban a filmben neki, ha szabad így fogalmaznom. Szóval jó, igazából csak a film csak egy nagy menekülő sztori egy disztopikus társadalomból. És jó, igazából a filmben a setting, ami tetszik nekem. De szóval egyszer elmeséltem. A kezdős filmnek szerintem rendben volt.
Csak az, hogy a film azt is mutatja be, ugye, hogy túlságosan gyorsan fejlődünk, és ott hagyja magunk mögött a természetet, és végül minden ilyen GPS-é válik, és végül mi is leszünk cserélve robotokra. És hát hasonló időszak van a világban is, amikor rengeteg ember amputálja a karjait, és lecseri fémkarokra, meg egyéb más végtagokra, amíg érhetőleg, hogyha valakinek volt balesete, vagy el kell távolítani a végtagjával valami betegség miatt, csak mikor fog jönni az időszak, amikor ez egyszerűen trendé válik, és az a film is, ami hasonlót nyújt azzal kapcsolatban, hogy megváltoznak a körülmények, és idegedünk attól, amik voltunk. Lehet, hogy sokan magyarázok a levegőben, csak hát a film így nagyon nem magyaráz dolgokat, a néző hagyja az egész, tehát ha úgy nézzük, így ilyen kisebb művészszínen működik az egész, mert amiket mondok, azok nincsenek konkrétan elmagyarázva, csak az utalások megvannak, ahogyan működnek hogy egymással beszélgetnek az emberek igazából a rendszerben. Meg nem tudom, hasonló dolog volt még ott, amikor néztem az Endort, hogy amikor a birodalomban vannak ezek a felsőbb felügyelők, akik így nézzük az ember hogyan viselkednek, hasonló settingukról be itt is. Itt nem csak a börtönről beszélek, hanem úgy unblock, amikor csak ilyen irodaházban vagyunk, és ott is ahogyan az egyik birodalompárti főszereplő az így ott dolgozik egy olyan területen, ahol csak irodák vannak, ahol az emberek fontosan nyomkodják a billentyűzetet és hajolva előre végzik a munkájukat. Ez visszaütött abban a film, abban a sorozatban, és hasonló jött el itt is. Meg persze, hogy mondtam, a börtös jelenet, amikor tudjátok, a srác, aki a Cézárt eljátszotta például a Majmok Bolygó trilógiában, az Andy Serkins, tehát az a börtönös epizód is abban a sorozatban, tehát hasonlót hoz az, ami ebben a filmben látható az elejétől végéig, és meg volt szerintem az inspiráció, mikor csinálták azt a részt. Szóval tényleg igazából arról van szó, hogy a film egy ilyen menekülés a társadalom elől, egy olyan társadalomban, ahol az ember már nem ember, hanem inkább egy gép, egy eszköz, amit elnyomtak. És van valaki, aki nem akar eszközként érvényesülni, és hát ebből ki akar szökni, és hát ettől akarják őt megfosztani. És hát zúgulhatod neki, összejön neki, vagy nem. Egy ilyen alternatív 1984, tehát az a film, ha az nagyon nyomasztó volt, akkor ez meg egy probléma, mert hasonlóság van legalábbis a settingből, meg a rendszerből, ahogyan én nézem. Szóval, ja, igazából az, hogy ez gyorsan az legelső film, és erről senki nem tud, az elég nagy kár érte. Tehát YouTube-on is van pár videó, de magyarul igazából úgy nincsen. Én is a feliratot néztem meg, de ja, úgy igazából nem bántam meg. Ja, meg van benne egy tök akciódús üldözős jelenetek is például. Igazából csak ennyi. Fasz a film volt. És hát még ígértem, hogy ilyet megnézem, és elmondom a véleményemet a 32. Scarface-ről. Azért más videóban meg is eléggé sokat beszéltem, és nem akarok minden egy videóban belesűríteni, szóval majd legközelebb addig is sziasztok!